Fabrici Kovács Mihály születésének 300. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepségünkön megjelent valamennyi kedves vendégünket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Szalai Bobrovnicki Kristóf urat, Magyarország honvédelmi miniszterét, a mai ünnepségünk szónokát. Tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét, a KUN Szövetség elnökét. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, korábbi földművelésügyi minisztert, a Nagy KUN Közéleti Hagyományőrző Egyesület elnökét. Kubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Horváth László, tiszteletbeli kazak konzul urat. Szele király Andrea asszonyt, a karcagi járási hivatal hivatalvezetőjét. Szepesi Tibor urat, karcagváros polgármesterét. Sári Kovács Szilvia, alpolgármester asszonyt. Gyurcsek János, alpolgármester urat. Rózsa Sándor urat, karcagvárosi edzőjét. Györfi Sándor, Kossuth Díjas szobrászművész urat, emeritus Jász-KUN főkapitányt. Dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő urat, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökét. Vég Sándor urat, a Kossuth Foundation elnökét. Dr. Örlős László urat, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének szakértőjét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nemzetközi iroda vezetőjét. Szentesi Nénánási Tündét, a karcagi Kovács Mihály Általános Iskola igazgatóasszonyát. Tisztelettel köszöntöm a Városi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az intézmények, hivatalok, civil szervezetek képviselőit és a koszorúzási ünnepség valamennyi kedves résztvevőjét. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, akik a képernyőn keresztül figyelik rendezvényünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Ünnepségünk kezdetén kérem énekeljük el közösen a magyar himnuszt. Közreműködik a Nagy KUN Honvéd Banda. Thank you.
Tisztelt ünneplő közösség! Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlési képviselő urak, tisztelt elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, tisztelt jelenlévők! Tisztelettel köszöntöm Önöket a 300 éve Karcagon született Fabrici Kovács Mihály huszár ezredes emlékére szervezett megemlékezésünkön. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz. És ezek a szálak nem szakadhatnak el soha, írja Fekete István egyik művében. Karcagnak, a nagykunság központjának története a 13. századig nyúlik vissza. A kunok az ázsiai törökség Kipcsakágából származnak. Őseink magyarországi letelepedésük után keresztény hitre tértek, beilleszkedtek a rendi társadalomba. Magyarrá váltak, de kiváltságos népként fegyverrel szolgálták a királyokat. Küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, megőrizhessük szabadságunkat, mert tudták, hogy a függetlenségünknek nem lehet ára, annak értéke van. A szabadságunkért vívták csatáikat a harcmezőkön, és vívták harcaikat, ha kellett, tárgyalóasztal mellett, például a redemció idején. Az e földön élő emberek, mi a kunok leszármazottjai, évszázadok óta őrizzük szokásainkat, büszkék vagyunk múltunkra, hagyományainkra, hiszen ősi nyelvünk, kultúránk néhány eleme napjainkig tovább él, földrajzi nevekben, szavakban, szólásokban. Így őrizzük azoknak a személyeknek a nevét, emlékét, akiknek sokat köszönhetünk, akik példamutatásukkal, elhivatottságukkal, tetteikkel segítették közösségünket, hazánkat. Fabrici Kovács Mihály Karcag szülötte, aki a hazaszeretetet, a szülőföld tiszteletét, a szabadság utáni érzést és vágyat, az azért való küzdést, küzdeni akarást már gyermekkorától megtapasztalta. A közhuszárból Európa haderőiben főtrázsamesteri rangig jutó, később ezredes parancsnokká előlépő katona élete során minden szolgálata közben hű maradt magyarságához, a szülőföld szabadságának szeretetéhez. Személye az önmegvalósítás, az önerejéből felfele évelő életpálya mintája, mintapéldája. A 300 éve született Kovács Mihály a feljegyzések szerint tehetséges, kiemelkedően művelt, de kalandvágyó katona volt. Élete során kisebb megszakításokkal közel 40 évet szolgált huszárként, ebből 30 évet töltött idegen katonai szolgálatban. Neve egybefort az Egyesült Államok függetlenségi harcaival, de ahogyan egyik levelében írta, mindig megmaradt szabad embernek és magyarnak, aki a számára legkedvesebb vidéket a legjobb képességével védte egész élete során. Tisztelt megemlékezők! Karcagváros önkormányzata, a képviselőtestület tagjai, a város oktatási intézményei, közülük is kiemelkedően a Kovács Mihály Általános Iskola tantestülete, diákjai, a helyi civil szervezetek, így a Kovács Mihály Huszárbandérium, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület méltón őrzi, ápolja, élteti Fabrici Kovács Mihály emlékét, melyért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Hiszen városunk szülötte maradandót alkotott, amely ránk, az itt jelenlévők számára nem csak a megemlékezés kötelességét rója, hanem azt is, hogy tovább őrizve, ápolva emlékét, örökítsük át a jelen nemzedékének, hogy ismerjék meg Fabrici Kovács Mihály életpályáján keresztül is szülőföldünk és hazánk történelmét, hiszen ma legalább akkora jelentősége van, hogy mit jelent a szabadságunkért, őseinktől örökölt hitünkért, a függetlenségünkért, hazánkért küzdeni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr köszöntő szavait. Tisztelt hölgyeim és uraim!
felkérem Szalai Bogorodnyuczki Kristóf honvédelmi miniszter urat ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, polgármester úr, hölgy, asszony, elnök urak, kedves bajtársaim, fiatalok, Karcag népe, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és meghívtak magukhoz. Úgy látom, híre ment az országba, hogy nem lehet nélkülem Huszár emlékművet avatni, Huszár hősi alatt előtt tisztelegni, vagy Huszár emléket őrizni, úgy, hogy én nem vagyok ott, ami nem véletlen, mert részben kétoldali Huszár unokaként, részben pedig a magyar honvédség és a magyar katonai erők fejlesztésével megbízott polgári vezetőként meggyőződésem, hogy a Huszár lelke ma is él, az mi vagyunk, itt él bennünk, csak a technika változott, a környezet változott körülöttünk, de ugyanaz a lélek kell, hogy munkálkodjon bennünk, mint amilyen munkálkodott bennük és a kunősökbe, amikről beszéltünk, ez egy vonal. Non alius regit, nem más kormányoz, volt ez fölírva annak a zászlónak az egyik oldalára, amely alatt Fabrici Kovács Mihály harcolt, ennek a városnak a szülöttje, és milyen aktuális is ez a mondat, még ha egy másik történelmi korban, egy másik országban is, és egy másik viszonyok között született, de most, amikor itt állunk egy önkormányzati, és főleg e tekintetben Európai Uniós választások előtt, ne más kormányozzon, én így fordítom magamnak ezt, ennek az aktualitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hallottuk röviden a Kun Jász nép történelmének összefoglalóját. Én szeretem a magyar népet is katonanépnek nevezni, de ha valamely népünk vagy összetevőnk igazán katonanép, az a Kun nép az. Negyedik Béla telepítette őket ide, és a redemció is megmutatta a függetlenség iránti vágyukat, a mindenkori szabadság iránti elkötelezettségüket. Ennek a kornak és ennek a közösségnek a gyermeke Fabrici Kovács Mihály, aki 16 esztendősen huszárnak állt, több nemzet haderejében szolgált, és az adatott meg neki, hogy abban a korban tehette saját maga mellett nemzetünket és fegyvernemünket is világhíressé, amikor az egyik legfénykorát élte. Ez a harcmodor és Európa legkülönbözőbb, és aztán láttuk, hogy Amerika harctereire tudta elvinni a magyarság hírét. Hiszen a huszár, és azt merem állítani, hogy a magyar egy nagyszerűen rögtönző, szélvész, gyorsan lovagoló, de főleg ugyanilyen gyorsan gondolkodó, minden helyzetből önmagát kivágni képes katona. Én azt gondolom, hogy ilyenek vagyunk mi, Kun magyarok, magyar kunok, és nem is véletlen egyébként, hogy ebben a korban nemzetközi megegyezések születtek a tárgyban, hogy ki toborozhat magyar kun, magyar huszárt Magyarországra. A franciák emigránsokból szerveztek maguknak, az oroszok egyezményben kaptak erre lehetőséget, és a porosz király pedig a békeszerződés egyik feltételeként szabta, hogy magyar katonákat toborozhasson a haderejében. Fabrici Kovács Mihály szolgált a francia hadseregben, aztán legnagyobb ellenfelénél, Nagy Frigyesnél, de mindig magyar ruhában és magyar huszárok között töltötte ezt az időt. Elment Amerikába a szabadságért harcolni, nem bírta a három sas körme közötti időt, a porosz, az orosz, az osztrák sas karmai között, és lengyel barátjával, Pulaszki gróffal az amerikai függetlenség érdekében használta csodálatos tudását. Az általuk kiképzett légió lovassága az amerikai hadsereg első reguláris lovas alakulata volt. És a világot megtanította arra, hogy mi az a huszár bravúr. Ide idézem egyik kiváló kollégám, kormányban is társam és egyben barátom, Orbán Barázs könyvét, a Huszárvágást, mindenkinek ajánlom, ami nem véletlenül kölcsönzi ezt a képet, a magyar nemzetre, miránk oly igen jellemző különlegességet, amire utaltam korábban, hogy nagy nemzetközi kataklizmák, globális, világhatalmi erők egymással való versenyének fölgyorsulásakor
sajátos módon vágjuk ki magunkat a csávából, egy huszárvágást alkalmazunk, hiszen talán soha nem volt ilyen aktuális, hogy ez a bizonyos világméretű versengés újraindul, blokkok jönnek létre a világban. Mi emlékszünk jó páran azokra az időkre, amikor valamely blokknak mi éppen akkor a nyugati szárnyán voltunk, most pedig könnyen lehet, hogy egy másik blokknak a keleti végén leszünk, ezt el kellene minden erővel kerülni, erről is szól az európai választás. Egy ilyen ugyan létszámában kicsi, de tehetségében, történelmében, hagyományaiban nagy nemzet, az akkor tud a legjobban szárnyalni, hogyha nincsen bezárva valaminek a szélére, hanem az úton, az országúton, vagy a hidon, vagy bármilyen képet használhatunk, de az összekötetések középpontjában áll. Erre kell törekednünk, ehhez segít nekünk egy huszárvágás is, olyan huszárvágás, amelyre a világot Fabici Kovács tanította. Magyar huszár ma is él, ez meggyőződésem. Itt él ezekben a magyar fiatalokban, akik a katonai pályát választják, reméljük minél nagyobb arányban a jelenlévők között is. Itt él minden hivatásos és tartalékos katonánkban. Technikai körülmények megváltoztak körülötte, de nem hagyhatjuk azt, és hál' Istennek most már nem is hagyjuk, hogy más nemzetek, akik a 18. században fölismerték ezt, megalapították a saját országaikban a huszárságot, és mikor a technika leszállította őket alulról, ejtőernyős, meg harckocsizó, meg minden egyéb formában folytatta a huszár hagyományokat, rájuk bízni ezt a tradíciót. Ezt nem hagyhatjuk, hála Istennek már évek óta, és az én vezetésem alatt egyre nagyobb erőkkel működik az immáron Nádasdy nevét fölvett huszár osztály, és mondhatjuk azt büszkén, hogy van magyar lovas alakulat, huszár alakulat újra a magyar hivatásos haderőben, és ezt a szellemet nem pusztán a legendákban és a hagyományok között, de a haderő hivatalos szervezetében is fenn fogjuk tartani. Szükségünk is van erre. Én tehát még egyszer köszönve, hogy itt lehetek, és ezeket a gondolatokat megoszthatom önökkel, szeretném fejemet meghajtani Fabici Kovács Mihály emléke, valamint az őt a világhódító útjára küldő Karcag és a Kun Jász nép nagysága előtt. Emlékeztetve magunkat június 9-e jelentőségére, amely összefügg ezzel a hagyománnyal, és kérve Isten áldását az itt élőkre, és Magyarország felemelkedésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm Szalai Bobrov Ludwig Kristóf honvédelmi miniszter úr ünnepet méltató gondolatait. Tisztelt ünneplő közösség! Kérem, fogadják szeretettel a Karcagi Kovács Mihály általános iskola tanulóinak, valamint a Déli Nép kulturális, turisztikai, sportközpont és könyvtár néptáncosainak ünnepi műsorát. A gyermekeket felkészítette Kovácsné Ecsedi Csilla pedagógus, valamint Oroszné Milinkov Ferita táncpedagógus. Áldja meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát, 20 évig neveli világ pompájára, 20 éve után öltözteti gyászába. Életemet áldozom a magyar hazáért, a vérem kiontom magyar nemzetemért. Ne félj Magyarország, vigyázz a jó Isten rád, ellenség kezétől megóvja országát. Fölemelem karom, felkötöm kardom, szomorú szívemre új bánatot rakok. Felkötöm kardomat, fölveszem fegyverem, édes szülőimtől végbúcsúmat veszem. Kedves szülőd ajkám, tudom, bús szívedre sok bánatot hagyok katona életembe. Rajta, rajta jó katonák, zászlónk lengyen égre, verjük le az ellenséget, fusson messze végre. A huszárság igazi magyar sajátosság volt még az 1700-as években. A történelem egy időszakában azonban nemzetközi szerepet nyert. A koronás fők mellett az olyan újonnan születő országok is alkalmazták a hadviselésben, mint az Amerikai Egyesült Államok. Nem véletlenül.
Az amerikai függetlenségi háborúba egy magyar, mégpedig egy karcagi születésű katona, Kovács Mihály vitte el a könnyű lovas hadviselés fortéjait. Lengyel társával együtt az amerikai lovasság megteremtőjének tartják. Kovács Mihály, a huszár, aki több uralkodót is szolgált, 1724-ben született Karcagon, köznemesi családban. A helyi református gimnáziumban tanult, de 16 évesen felcsapott huszárnak, noha az életkora miatt ezt egyébként nem tehette volna meg. Az aidom lesz, vagy idegen állok, bús síron füve, amelyen kihajt, kopott fejfámon elmosódó írás, bolygóvándornak ezt hirdesse majd. Boldog, ki itt jársz, te érted is megszenvedett, ki lenyugszik, a hold, véres harcok verték fel hírét, de csak a béke katonája volt. Az osztrák örökösödési háborúban harcolt Sziléziában a poroszok ellen. Bátorságával és rátermettségével hamar kitűnt, izzászlóssal léptették elő. 1742-ben az itáliai frontra vezényelték át, ahol többek között a franciák ellen harcolt. A francia hadseregben ekkor már létezett huszár alakulat, a belcsényi huszárok. Vélhetően az ő hatásukra váltott oldalt a háborúban és francia szolgálatba állt. 3 évvel később hazatért, miután az uralkodó egy amnestia rendeletet adott ki. Tisztázni tudta magát, és az újra fellángoló háborúban ismét részt vett. 1746-ban azonban az ezredét feloszlatták, így állás nélkül maradt. Előbb a franciákhoz szegődött, majd a véget érő háború miatti létszámcsökkentést követően porosz szolgálatba állt. A háborúnak köszönhetően Kovács Mihály szédületes sebességgel tört fel a ranglétlán. Hamarosan hadnagy lett belőle, majd önálló csapatot kapott. 1760 végén pihenőre vonult. Magyarországra hazatérve megpróbált letelepedni, megházasodott. A 19 éves Szinyei Merse Franciskát vette feleségül. A házasság azonban nem lett boldog. Fiúk 3 éves korában elhunyt. Kovács Mihály gyakran elment otthonról, török és román ruhákban járkált, és éjszaka papírusokat bújt. Itthon sem volt nyugodt az élete, végül elhagyta Magyarországot, Genovába ment. Karakhűséggel hordozom az útalan bozótokon, seb a vállam és seb a markom, de fogom, viszem és megtartom, fogcsikorgatva hirdetem. Nem ért véget a küzdelem, mert valami még megmaradt. Görzs zsibbasztja a markomat, de markomban még itt a szó, a láthatatlan lobogó. Erekém, kincsem, fegyverem, magasra tartom, s lengetem, és védem foggal és körömmel, vaddűvel és őrült örömmel, és mentem mindenek által, intépő végső akarással. Dúlt otthonom, rég összedőlt, kifordult alólam a föld, társaimat áll elsodolta, mögötte még a poklok pokla, előttem vadsziklák merednek, de nekivágok a merdeknek, mert élek még, a törten is, a vérben is, a görzsben is, még a utolsó is vagyok, kit az özönvíz meghagyott, de harcom, végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Megmarkolom, és nem hagyom, ha le is szakad a két karom. A két lábam térdig kopik, de feljutok a csúcsokig. S utolsó üssomat a szót, ezt a szent, tépet lobogót. Kitűzöm fent az ormokon, s a csillagoknak meglobogtatom. január 13-ai keltezéssel levelet ír Benjamin Franklinnek, a híres amerikainak, melyben felajánlotta szolgálatait, aki ekkor Franciaországban tartózkodott megbízottként. Franklin válaszát talán meg se várta, mert április 30-án már Rhode Islanden volt. Kovács Mihály 1777. május 17-én találkozott George Washingtonnal. Washington azonban elutasította, mert ekkor még az amerikai hadvezetés nem ismerte fel a lovasság jelentőségét. Ám Benjamin Franklin javaslatára Washington végül rábízta az amerikai lovasság megszervezését. 1778-ban már a hadsereg ezredese volt. A földön is harag, az égen is harag, kifolyt a piros vér és piros napsugarak, a lemenő nap oly vagy bíborban ragyog, előre katonák, előre magyarok. Komoly fejlők közül bámul ránk a nap.
rettentő szuronyok füstben csillámlanak. A sűrű lomha füst sötéten gomolyog. Előre katonák, előre magyarok! Ropog, hosszal ropog, csatárok fegyvere. Ágyuk bömbölnek, hogy reng a világ bele. Te ég, te föld, talán most összeomlotok. Előre katonák, előre magyarok! A kezdeti sikerek után 1779. májusában Charlestonba érkeztek. Kovács Mihály halálos lövést kapott. Holttestét az alakulat nem tudta kimenteni, de a britek végül katonai tiszteletadással temették el. Kovács Mihály halálhíre még abban az évben eljutott Magyarországra. Bármilyen rosszul alakult a viszonyuk, a felesége, Szinyei Merse Franciska kápolnát építetett a férjének 1780-ban. Az amerikai földön járt huszár emléke azonban a halála után kikopott az emlékezetből, és csak a későbbi korok fedezték fel újra. 1955-ben az Egyesült Államok Szenátusa május 11-ét Kovács Mihály emléknappá nyilvánította. Charlestonban emléktáblát, Washingtonban pedig szobrot emeltek a tiszteletére. Emléktáblája a Charleston Katonai Akadémiájának területén egy gyakorló téren található. A gyakorló teret azóta Michael Kovács Fieldnek nevezik. Szilaj lelkesedés folyt bennem, mint tűzár, a vérszag és a füst megrészegíte már. Előre rontok én, ha élek, ha halok, utánom katonák, utánom magyarok. Fabrici Kovács Mihály huszárezredesre emlékezve koszorút helyez el a Kovács emléktáblára Szalai Bobrovnicki Kristóf úr, Magyarország honvédelmi minisztere. A Kunszövetség nevében F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke helyez el koszorút a Kovács emléktáblánál. A
Nagy Kun Közéleti Hagyományőrző Egyesület nevében dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter, egyesületi elnök úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés nevében Hubai Imre elnök úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal dr. Berkó Attila főispán úr nevében Szele Király Andrea, a karcagi járási hivatal hivatalvezetője, és dr. Lévai Olga hivatalvezető helyettes helyezi el a Kovács emléktáblánál a koszorút. Karcagvárosi önkormányzat nevében Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, Gyurcsek János alpolgármester úr, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Rózsa Sándor jegyző úr helyez el koszorút a Kovács emléktáblánál. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke, és dr. Örlős László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének szakértője, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nemzetközi irodavezetője helyezi el az emlékezés koszorúját. Vég Sándor úr, a Kossuth Foundation elnöke helyezi el az emlékezés koszorúját. Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület nevében Györfi Sándor, Kossuth díjas szobrászművész, Emeritus Jászkun főkapitány helyez el koszorút az Kovács emléktáblánál. A Karcagi Kátai Gábor Kórház nevében dr. Nagy Linda és Rácné dr. Korponai Dóra helyez el koszorút a Kovács emléktáblánál. A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében Rabi János, nyugállományú őrnagy helyezi el az emlékezés koszorúját. A Bátori BEM Hagyományőrző Egyesület nevében Okos Márton elnök úr és Bagosi Hajnalasszony helyezik el az emlékezés virágait.
a karcagi tankerületi központ munkatársai dr. Hubai Adrián és dr. Cimbalmos Ágnes, valamint a karcagi Kovács Mihály általános iskola vezetősége és diák önkormányzata helyeznek el koszorút a Kovács emléktáblánál. Tisztelt ünneplő közösség! Bejelentem, hogy koszorúzási ünnepségünk a szózat elhangzása után véget ér. Kérem kedves vendégeinket, hogy a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárait kísérve közösen vonuljunk át a Városháza dísztermébe, ahol folytatódik díszünnepségünk. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot. Fogadás, középjön, tisztellek! Hanni, jön, tisztellek!